Kevesebb autóbusz közlekedett nyáron a Baranyai megyeszékhelyen, és kevesebb közlekedik majd Pécsett szeptembertől is. Erről a változtatásról közleményt adott ki az önkormányzat. A városi közösségi közlekedést végző cégnél működő szakszervezet elnöke azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy nem jutnak majd el az iskolákba, munkahelyekre az utasok. Nem marad ősztől a nyári menetrend, ki lesz egészítve, hiszen azok a iskolajáratok, munkásjáratok, amik az őszi fordában voltak, ezek nagyjából vissza lesznek állítva. Több lesz, de nem lesz annyi, mint a tavalyi évben. Hozzáteszem, az utas létszám is elég szépen csökkent. Az elképzelés szerint, ahol kevesebb az utas, kevesebb járatot indítanak. A kevésbé forgalmas napközbeni időszakokban, a kevésbé kihasznált vonalakon kevesebb járat közlekedik majd. Ez 10%-os járatcsökkentést jelent napközben. Még mindig sofőrhiánnyal küzd a tükebusz, ezért most ősszel 7%-os béremelést kapnak a buszvezetők, de más juttatással is próbálják a társasághoz csábítani a sofőröket. A társaság dolgozik azon, hogy gépkocsi vezetőket vegyünk fel. Javaslatomra az új felvételisek kapnak egyösszegű juttatást a társaságtól. Ezzel is megpróbáljuk valahogy ide kötni a leendő kollégákat. Az a 40 éves sofőr, aki 3 éves munkaszerződést ír alá, a próbaidőt követően egyszeri bruttó 300 ezer forintos bérpótlékot kap. Azoknak a jelentkezőknek pedig, akik még nem rendelkeznek D-kategóriás jogosítvánnyal, de vállalják a 3 éves munkaszerződés aláírását, a cég állja a jogosítvány költségeit. A bérletek ára nem emelkedik, viszont az elővételben vett buszjegy szeptembertől 400 forintra nő 350 forintról. A 10 darabos gyűjtőjegy 3300-ról 3800 forintra emelkedik. A buszvezetőnél váltott jegy 500 forintba kerül továbbra is.